A tiszaújvárosi vereséget követően mindenképpen javítani akart a nyírbátori futballcsapat az élvonalbeli Újpest második csapata ellen. Az első fél időben több helyzet közül Szabó használt ki egyet, így hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második fél időben Bernát, Boros, Hornyák és Terdik is betalált a fővárosi kapuba, így Márton István együttese kiütéses győzelemmel szerezte meg első három bajnoki pontját. Ennyire azért nem volt egyszerű a mérkőzés, az első fél időben nagyon nehezen sikerült feltörnünk az Újpest védelmét. Az ilyen utánpótlás csapatoknál azért az mindig benne van a faktív, hogy egy szervezett csapattal találkozunk, ahol gyors játékosok vannak, és akik azért tanulják a focit. Arra is figyelnünk kellett, nehogy túlságosan kinyíljunk, de szerencsére az első fél idő végén megszereztük a vezetést, és utána már átszakadt a gát. Nagyon örülök neki, hogy az újak közül három embernek is sikerült betalálni. Ők már kezdtek görcsössé válni, emiatt a túlzott bizonyítás miatt is. Az, hogy öt különböző ember tudta rúgni a gólt, az nagyon jó, mert látszik, hogy több ember is fel tudja ezt vállalni. Köztük volt olyan is, aki csereként állt be. Ez is biztató jövőre nézve, hogy a keretünk is erősödött a tavihoz képest. A cserék is hozzá tudnak tenni a játékhoz. A Nyírbátor vasárnap a korábban élvonalbeli edző Vágó Attila által irányított, a feljutást megcélzó Salgótarján otthonában lép pályára. A Salgótarján az egyik olyan csapat, akinél kimondottan cél a bajnokság megnyerése. Az ő lehetőségeik látszanak, hogy kicsit jobbak, mint a többi csapaté. Ők azt is megengedik maguknak, hogy külföldi játékosokat igazoljanak. Egy rutinos NB1-et megjárt edzőjük van. Biztos, hogy nem lesz könnyű, de hát mi sem feltartott kézzel utazunk. A forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Tája, Újpest 2 Reac, DVTK 2 Rákosmente KSK, Monor Kazinc Barcika, BKV Előre 60, Jászberény MTK 2, Putnok Hajdúböszörmény és SMTK DVSC 2.